Citike, egy kis előkészítés. Mielőtt felülünk. És akkor jön a Sanyi, aki instrukciókat adna a poszival. Igen. Közel két hete nem ültem lovon, úgyhogy már elvonási tüneteim voltak. Istállómat gyönyörűen megcsináltam. Ebéd is megvan, boxaim is megvannak. Úgyhogy már nagyon hiányzott és terveztem, már éjjel pörgött az agyamba, hogy mi lesz, sőt este már mondtam is a Nikinek a terveket. Lehoztam egy új nyergemet, ez még kényelmesebb, elég komoly cejgóval lovagolok, ezt hozzá kell tennem. Úgyhogy poszik a hátán vagyok, itt van Ciluka, a munkát kb. Már elmondtam, ott van Szitik, egy kicsit mocorog, mindjárt érkezik még Nortika, abban megyünk majd mi a második templébe poszival, külön válunk a csapattól, és érkezik még a kis Szürike. Tehát a Ügetőre megyünk ki, ott majd külön válunk egy kentre után, és a Béla barátom fog elvezetni a Szürikének, ugye, és a Nikiének, a Szitinek. Én meg viszem magammal a Dankus. Gyerünk, baba! Úgyhogy mi másnálót megyünk, és ugye lesz, hogy tegyünk. Szürike tegnap először volt az Ügető, nagyon ügyesen attól várt. Na, tehát meg mi egy pár kört megy a City, mielőtt felül rá a Niki. Úgyhogy ez kicsit bemelegítésnek nem rossz nekik. Jól van, anya! Kész is vagy. És akkor mindjárt lehet is felülni. Na, és akkor közben jönnek. A másik ló kint van. És akkor a Sanyiék itt jönnek a poszival. Gabi, lehetne egy olyan, hogy majd mentek ki a Bencével, és megálltok ott a Horthy sétánynál. Régen, amikor szoktam, hogy trappolunk arra. Jó, Bencusnak mondjad. A Hortiról is fordulunk a téli felé. Jó. Jó, megkérem őt. Jó. Ott van Szitike, reméljük beáll a sorba most már szépen. Hol vagytok? Mi a gyorsaságukról vagyunk híresek. Na, a két rutinos lovas már nyerekben, és nagyon jól szórakozik. Ez a boldogság, amikor lóhátom van. Remélem, hogy bejövünk rendesen, akkor is ezt mondom. De mondom, úgy nyergem, remélem, hogy passzol, nem lesz. Na, és milyen nyereg ez? Hogy? Milyen nyereg az? De angol, én nekem angol nyereg. Angol nyereg. Welcome. Nagyon szépen néz ki, egy, sőt, egyre szebb. Kicsit kezd átalakulni. Poszi az egyik legszebb ló az istállóban. Extra jó bőr van itt a tértámasznál. Ne tudják meg, hogy régen mikbe lovagoltunk, azt a fapados nyergette. És jön a Norti, őt is mindjárt mutatom. Ja, hát azt hittem, hogy erre jön, de nem. Csatlakozik a többiekhez. Norti. Most már mindjárt jön a másik két ló is. Igen. Na, hát arra emlékszem, biztos. És amikor terepre mentünk, akkor is volt, hogy 13-an mentünk ki terepre. Azóta már terep sincs, mondjuk, de... És ki jött? Nem, akkor mi nem voltunk. Na, szóval kicsit sand, de összeáll a csapat. És akkor utána megyünk az ügyetére, tíz gyöztet. Majd
rohanunk, ott olyan szép, amikor a Horthy-nak trappolunk kifele. Puszika, Horthy, Matthias Corvinus, és welcome, valamint a kicsi City Light, ő egy 2 éves, az apja City Light, a nevét nem tudom még. Biztos a lányok, a Sanyiló van, úgy tudom, úgyhogy a lányok biztos kitaláltak már valami nevet neki. És úgy érzem, hogy jön még egy lófi. Ti legyetek ügyesek! Véluska, mell, ne aludj! Na, tehát ilyen a cicső is. Ilyen kicsi. Úgy, tisztán. Amúgy nem tudom, hogy attól el, de jobb, aha. Na, Lilivel, szintén 2 éves. Azt hiszem, hol is vette? Ja, igen, ezt a Sanyi vette Írországban, ahol mindenki le akarta beszélni erről a lóról. Azt mondták, hogy egy vadállat. Azóta szerencsére ennek nyomát se látja. Én egy jó fejű aranyos. Menj elé, Bélus! Tudom, azért mondom, a csikóknak vezet. Igen. És egy kicsi szítés. A hajamban legyek. Jó, azt mondja, trappolnak.